Sziasztok! Ma egy igazán érdekes témával rukkoltam elő, mint láthattátok már a címben is. Az iPhone X, valamint az iOS 11-nek a rejtett trükkjeit szeretném bemutatni nektek egy rövid tízes listában. Ugorjunk is bele rögtön a mély vízbe, nézzük a Home gombot. Ha figyelmesek vagytok, én már itt beállítottam, hogy készhez legyen, nézzük, hogy hozhatod létre a virtuális Home gombodat, hogyha nagyon hiányolnád, és nézzük meg, milyen fantasztikus is ez. Mindenképpen ezzel szerettem volna indítani az én kis tízes listámat, ugyanúgy működik, mint szinte a normál megszokott Home gomb, egy kis különbséggel, ha rányomtok, rögtön előjön Siri, az értesítések, eszközök, vezérlőközpont, és a fő gomb, a Home gomb. Home gomb ugyanúgy működik, mint ahogy mi ezt természetesen elvárjuk, be, rögtön be is záródik, és felmegy oda. Tényleg klassz és ötletes, ez a virtuális, igazából oda igazíthatod, ahova akarod szinte. Talán számomra a legjobb, ahonnan alapjában meg van szokva nekünk, itt lent, ahol régen volt a Home gomb. De hogy hogyan is állítsuk be, vagy hívjuk elő a virtuális Home gombunkat, menjünk legelőször bele a beállításokba, majd ott görgessetek le az általánosba, és ott nyissátok meg a kisegítő lehetőségeket, és ott találjátok a lent az Assistive Touch nevű menüpontot. Itt be is lehet állítani, mint látjátok, beállítom, elő is jön, le tudom húzni szépen a Home gombot, természetesen személyre is szabhatjátok. Itt a legfelsőbb szintű menü testre szabásánál beállíthatjátok, hogy mennyi ikon legyen rajta. Itt beállíthatjátok, hogy mi. Itt van, hogy némítás például. Itt van, hogy 3D Touch, SOS, újraindítás. Hát igen, számos lehetőséget be tudtok állítani. Egyértelműen. És nézzük a következő trükköt, amit az új iOS-on találsz, vagyis az iOS 11-en, ami nem más, pedig a 4K videó rögzítés. Alapjában, amikor megkapod a telefonod, és bekapcsolod a fényképezőt, a kamerád nem fog 4K-ban rögzíteni, hanem csak HD-ben. Ezt úgy tudjuk beállítani, hogy bemegyünk a beállításokba, megkeressük a kamerát, itt van a videórögzítés, itt beállítják, hogy 4K 60 képkocka, majd visszamegyünk, lecsekkoljuk, és itt már láthatjuk is, hogy 4K-ba fog dolgozni ez a gyönyörűség. A másik kedvencem az elsötétítés, de hogy ez alatt mit is értek, rögtön elmagyarázom, vagyis mutatom inkább. Na, és ez az elsötétítés igazából, ezt leginkább például itt tudjátok megnézni. Tehát, na, alapjában ez így néz ki, és hogyha elsötétítjük, akkor átváltozik az egész feketévé, ugye. De hogy ez mire is jó, nem tudom, észrevettétek-e már, de hogy én például sötétbe nyomkorom a telefonom, és egy idő után megfájdul a szemem, mindegy, hogy levettem a fényerőt, vagy nem, így is úgy is meg fog fájdulni a szemem. Ezt nagyszerűen be tudjátok állítani, ezt is menjetek a beállításokba, majd ugyanúgy az általános menüpontba kisegítő lehetőségek, majd görgessetek teljesen le, itt nyissátok meg a kisegítő lehetőségek billentyű parancsát, majd itt válasszátok ki a klasszikus szín invertálást. Mostantól, ha bármikor a jobb szélső gombot háromszor egymás után megnyomjátok, a képernyőtök sötétített módba fog átváltani, így át is tudtok, vissza is tudtok váltani, 1, 2, 3, és vissza is váltott, ugye. Ez azt jelenti, hogy magától átváltja igazából a fehéret feketévé, valamint a feketét fehérré, aminek köszönhetően sokkal kényelmesebb lesz az olvasás sötétben a szemünknek, nem olyan megerőltető.
A következő rejtett trükk egy elég komoly trükk, mivel ha ezt beállítjátok a telefonba, pár gyors gomnyomással veszélyhelyzetben hívást tudtok indítani, és megmentett titeket egy veszélyes szituációban. Nem kell más tennetek, mint a hangerő felgombját és az oldalsó gombot egyszerre nyomva tartani, és rögtön előjönnek a lehetőségek. Persze ezt ugyanúgy, itt van az általános lehetőség, amikor ki tudod ezzel kapcsolni a telefonod, valamint az SOS hívások, orvosi azonosító, vagy a veszélyhelyzet SOS hívást el tudod indítani. De van egy másik, gyorsabb lehetőség is, amihez be kell állítanod a beállításokban az SOS hívást, amit pedig itt találsz a vészhelyzet SOS menüpontban, és itt van 5 gombnyomással is működik, ezt a parancsot beállítod, akkor hogyha itt ezt az oldalsó gombot, itt ezt az oldalsó gombot megnyomjátok 5-ször egymás után gyorsan, akkor rögtön elindít egy SOS hívást. Próbáljuk is csak ki. Itt van. Rögtön le is tudjátok állítani. Így van. Le is állítottuk. Segélyhívás megszakítva. Így van. Szerintem ez egy igazán nagyszerű ötlet. Sosem tudni, mikor kerülhet az ember vészhelyzetbe. De térjünk is el a következő trükkre, ami pedig a képernyő fotó, valamint a videókészítés a képernyőről. Az iPhone 10 esetében képernyő fotót már nem a megszokott módon tudunk készíteni, hanem a hangerő és az oldalsó gomb segítségével írni. Tadám! Itt le is menti, és itt tudjátok szerkeszteni, akár ki is tudtok jelölni, vagy átszerkeszteni, és akkor kész. Itt van, hogy elmentitek a fotókba. Az iOS 11-en megjelent a képernyő videó is, amit külön kell beállítanotok, de rém egyszerű. Menj a beállításokba, majd a vezérlő központba. Találhatjátok a vezérlők testre szabását. Itt ő, és itt van a képernyő felvétel. Ezt hozzáadjátok a plusszal, és már ott is van, kilépünk, és ahogy megszokhattátok, itt a iPhone 10-nél jobbról lehúzzátok, és ott látszik is a képernyő felvevő gomb. Ha megnyomjátok, akkor visszaszámol, és utána már is veszi a képernyőt. Itt láthatjátok, hogy veszi a képernyőt, ez a piros jelzi, ha rákattintatok, akkor rögtön le is állíthatjátok. És ki is írta, hogy elmentette a fotókba. A következő egy igazán mindennapi beállítás igazából. Megmutatom nektek, hogyan tudjátok a billentyűzetet eltolni, és majd egy ujjal használni az egész billentyűt, és úgy írni bárkinek bármit. Mit kellene tenned, nem is lehetne egyszerűbb, mint a billentyűzeten ezt a föld gombot nyomva kell tartani. Tehát nyomva kell tartani. Itt kijön egy kis segítség. Itt tudod eltolni balra, illetve jobbra is. És itt ezzel a kis nyilacskával vissza is tudod állítani az alaphelyzetébe a billentyűzetet. Ez egy igazán jó kis megoldás, mivel el tudsz érni bármit sokkal gyorsabban egy ujjal, még én is a kis kezemmel el tudom érni. És nézzük már is a következőt, ami nem más, mint az újraindítás a telefonnak, hogyha lefagyna. Először is a hangerő gombot fel, le, majd 10 másodpercig nyomva tartjuk az oldalsó gombot. És így van, ki is kapcsolt, kapcsoljuk vissza. Ez talán szükséges lehet, hogyha lefagyna a telefonunk, vagy egyszerűen csak újra szeretnénk indítani azt. A következő rejtett trükk nagyon egyszerű, de mégis úgy gondoltam, hogy a listán a helye. Menj a beállításokba, itt az általánosba,
kisegítő lehetőségekbe, itt a Face ID és figyelem menübe, és itt kapcsoljátok be a figyelem érzékelő funkciót. Ezzel elérhetitek azt, hogyha a filmet néztek, például, vagy egyebet, ne sötétedjen el a képernyő, mivel az érzékeli, hogy te figyeled a képernyőt. Esetleg, hogyha éppen egy iPhone 10-en nézed ezt a videót, akkor könnyen ki tudod nagyítani, mégpedig, mindjárt mutatom, két kézzel így kihasználhatod az egész képernyőt, és ugyanígy vissza is állíthatod az eredetire. Ez az utolsó trükk pedig inkább egy tippnek mondanám az ablakok bezárásához. Ezzel a tippet gyorsabban és könnyebben teheted ezt meg, nem alulról és lassan nyitod meg az ablakokat, hanem gyorsan, csak innen, és már be is zárogathatod őket. Sokkal gyorsabb és könnyebb, mint a középre kezelni az egészet. Tehát remélem elégedettek vagytok ezzel a videómmal. Ha van bármi kérdésetek, észrevételetek, kommenteljetek. Addig is, sziasztok!